Szia Dani, 3 góllal nyert a Szolnok a Európa Kupa döntő odavágóján. Szoros meccset vártál. Ez eléggé szoros a véleményed szerint? Végig szoros volt, végig kemény volt. Volt +2, -3. Sajnos a meccs lefújásánál -3 lett. Hát nagyon hektikus volt, de nem rossz értelemben. Nagyon nagy küzdelem volt. Volt, amikor a Szolnok jött zavarba, és mi kerekedtünk felül, volt, amikor meg fordítva. Olyan sok minden történt a meccsen, hogy csak én is kapkodtam a fejemet. De azt gondolom, hogy a játékosok tényleg mindent kiadtak magukból. Egy kicsit elfogytunk, nem is a végére, mert ott még volt egy comeback, de illetve a legvégére mégiscsak. Szia, Gabi. Hanem úgy érzem, hogy ott a közepén, amikor feljött a Szolnok, viszont volt hitünk, volt akaratunk visszajönni a meccsbe, sikerült is. Illetve nem emlékszem pontosan, másfél-két perccel a vége előtt től kezdve folyamatosan benne volt a levegőben a -1, -3. Nem mindegy persze, de nem lehet tudni, hogy mire elég ez, vagy mennyire lesz nehéz ettől a visszavágó. Én azt gondolom, hogy a játékosok megélték ezt a meccset, tényleg mindent beleadtak, viszont hát tanulni kell a végjátékot. Nem hogy tanulni kell, hanem hát ebben rohamosan fejlődünk. Gyakorolni kell. Hát most gyakoroltuk, tehát ebben fejlődnünk kell, hogy ne csak a szív, hanem az ész is a helyén legyen. De nem de talán túlzott kritika lenne a részemről, azt mondanám, hogy ez nem fér bele. Nem fér bele, ha jobb meccset akarunk játszani, jobbat akartunk, de most ez ennyire volt elég. Olyan értelemben nincs hiányérzetem, hogy mindenki beleadott mindent. Köszönöm szépen. Köszönöm.